Arra Kamazi kerékpárút nem csak a Nyíregyházát Tokajjal összekötő útvonal része lesz, az elkészült szakasz csatlakozik a Rétközi kerékpárút hálózathoz is. Bodnár László rakamasz polgármestere elmondta, az átadott szakaszon korábban járda sem volt, így a biciklisek a forgalmas és veszélyes 38-as számú főúton közlekedtek. A település számára ezért közlekedés biztonsági és gazdasági szempontból is fontos volt az állami támogatással elkészült beruházás. Maga a támogatás intenzitása, amit mondtam, 100%-os kormányzati támogatás. Több mint 199 millió forintos összeget jelent ez. A megépített útszakasz 2169 méter hosszú, tehát külterületi szakaszról van szó. Említettem, hogy ez hozzájárul a térség turisztikai fejlesztéséhez és magához az infrastrukturális fejlesztéshez. A polgármester kiemelte, a kerékpárút megépítésével bekapcsolódnak a Modern Városok program keretében Nyíregyháza és térsége fejlesztésébe, és a biztonságos közlekedés megteremtése mellett a turizmus fellendülését is várják az elkészülő teljes útszakasztól. Az ünnepélyes átadón Vinnai Győző országgyűlési képviselő a beruházás jelentőségéről beszélt. Több szempontból is fontos egy ilyen beruházás, egyfelől környezetvédelmi szempontból, hiszen a 21. század elején vagy napjainkban egyre többen szállnak kerékpárra, és már nem csak fiatalokról beszélünk, hanem középkorúak és idősebbek is, akár úgy, hogy egy településen belül elmennek a munkahelyükre, elmennek meglátogatni az ismerősöket, és ezek a kerékpárutak, amelyek itt most épülnek Nyíregyháza és Tokaj között, biztonságosabbá is teszik az emberek közlekedését, hiszen láthatjuk, hogy milyen nagy forgalmú a 38-as számú főút. És emellett véleményem szerint a turizmust is fejlesztik, hiszen Nyíregyháza és Tokaj közötti szakaszról beszélünk. Nyíregyháza turizmusa nagyot lépett előre az elmúlt években, és hát Tokaj és a hegyalja vonzás körzetét vagy vonzó erejét nem kell bemutatni. A rendezvényen elhangzott, a kerékpározás előnye, hogy a háztól házig eljutást viszonylag gyorsan, kis helyigénnyel és környezetkímélő módon biztosítja, emellett az egészséges életmód eszköze és szabadidő sport is.